Az őszi labdarúgó bajnokságot Kovács Béla, a Beledi Sport Egyesület szakosztály vezetője értékelte. Beledben is véget ért ugye a labdarúgóknak az őszi időszak. Hát foglaljuk össze, mi történt ősszel, hogyan értékelni a csapat teljesítményét. Hát az első csapatot tekintve sajnos a 14. helyen végeztünk, tehát a, mivel most csonka csoport van, tehát 16 hely 14 induló van, így a 14. helyen végzett a csapat. Egy győzelmünk, négy döntetlenünk volt, és a többi mérkőzésen vereséget szenvedtünk. A mérkőzéseknek a Úgymond szinte az összeset, mind a 14-et idegenben játszottunk, mert a hazai mérkőzésünket a szomszédos Dénesfán játszottunk, 5 mérkőzést és 8 mérkőzésünk volt idegenben. Igazán, ha úgy nézzük a csapat teljesítményét, 5 olyan meccsen tudtunk idegenből pontot hozni, ami ami úgymond meglepetés volt például egy nyúl elleni győzelmünk, vagy nyúl elleni döntetlenünk, bocsánat, és egyedül a hegyes halmot tudtunk megverni, de nagyon jó mérkőzés játszottunk Gönyön, ahol 5, 5 5 játszottunk. Nem voltunk messze akár a pontszerzéstől több olyan mérkőzésen, mint a Kapuvár, a Ménfőcsanak, vagy éppen az utolsó fordulóban a Bácsa. Sajnos ezeken nem történt pontszerzés de bízunk benne, hogy a tavaszi szezonban 8 hazai mérkőzést fogunk itthon játszani, és megszerezzük azt a szükséges pontot, amivel bánt tudunk maradni a megyei első osztályba. Játékos állomány időközben változott -e? Tehát az ősz akiket leigazoltak, azok maradtak is, illetve segítették -e beledet. Hát ugye volt -e, először is volt egy edzőváltásunk az ötödik forduló után, mikor a vezetőség úgy érezte, hogy már nem volt motiváció a csapatban és Pungor István helyett Szalka Péter lett a vezetőedzőnk. Mikor a Péter átvette a csapatot, utána mindenki egyszerre a csodát várta. Én úgy érzem, amit, amit lehetett, kiosztunk belőle. Ha vereséget is szenvedtünk egy-egy mérkőzésen, akkor igazán partiba tudtunk lenni akár a bajnok a spiránssal is, vagy éppen a harmadik-negyedik helyzet csapat ellen is. És idegenben én úgy érzem, hogy ez nem rossz teljesítmény több van a csapatban, ez azért a bajnokság második felén is látszott, és bízom benne, hogy a csapatnak a játékosai is ugyanezt áttérezve, egyben maradva a tavasz folyamán bebizonyítsák mind maguknak, mind a szurkolóknak, hogy ez a csapat többre hivatott, mint ahol most jelenleg áll. Tehát a játékos áll majd nem változott? Hát, hogy változott-e vagy változni fog, ezt nagyon nehéz megmondani. Átigazolási rendszer ugye megváltozott, tehát minden játékos csak pénzért igazolhat el, a 18 éves korig ott nagyobb összegekről beszélhetünk, utána följebb meg van határozva, hogy hány éves a játékos és mennyire igazolhat át egyik csapatból a másikra, de én bízom benne, hogy a csapatnak a magja együtt marad, és együtt fölveszik a versenyt azért, ami a célunk, hogy bán maradjunk. Az mit jelent, hogy pénzért igazolhat át valaki? Tehát mondjuk ősszel beled játszott, de úgy gondolja, hogy neki tavasszal máshol kellene hát, folytatni, akkor, akkor mit te? Hát most az MLS hozott egy olyan döntést, hogy meg van határozva mind osztály, tehát megyei 2, megyei 3, megyei 1, vagy akár mb 3 csapattól, hogy milyen összegér igazolat egyik csapatból át a másikba. ez úgy átlagosan olyan 100 forint értékről beszélhetünk. De nem a játékos fizeti, hanem... Nem a, a játékos, a két klubnak a megegyezése alapján kell átigazolni. Olyan esetek előfordulatnak, hogy azt mondom, a két klub megegyezik, mondjuk, hogy ingyen is átmehet akár egy-egy játékos. Volt kiemelkedő teljesítményű játékos össze, aki meg is lepődött mondjuk a szakmai vezetését beledbe, hogy ilyen jó teljesítmény hozott, és ugye tavasszal még lehet ráépíteni? Hát most én azt mondom, hogy olyan igen kiugrót, nagyon nehéz lenne mondani, meg én annyira egy emberre nem is hegyezném ezt ki. Volt négy-öt olyan játékos, aki szerintem hozta azt, a, azt az átlagot, ami egy elvárható ezen a megye egyes szinten. A többi játékosok hullámzó teljesítményt nyújtottak, de én azt mondom, egy csapatban mindig nem is annyira az egyéniségeken múlik, hanem akkor el is egy csapat, hogyha egységes. Ugye az egységet az is megteremteti, hogy beledben is figyelme arra, hogy minél több beledi játszon a beledi csapatban. Ez az arány hogy néz ki most? Hát most a, ez az arány sajnos nem a legjobb, több az idegen játékosunk, tehát mondjuk a 80-20 százalékos arányba több az idegen játékosunk. Természetesen mi nagyon örülnénk és nagyon szeretnénk, hogyha a beledi játékosokra épülne főleg a csapat, és ez az, az arány éppen fordítva lenne, de sajnos nem csak ránk, hanem az összes környékbeli csapatra az a jellemző, hogy... Igen, ritka, sőt, hirtelen nem is tudnák olyat mondani, ahol, ahol kimondottan csak hazai játékosokra épülhetne a csapat. Az utánpótlás olyan tud a felnőtt csapat mögé állni, tehát van-e átjárhatóság a különböző korosztályok között, és az ifiből mikor kerülhetnek fel a fiatal tehetségek a felnőtt csapatba? Az ifi csapatunk most per pillanat egy nagy hullámom ment át, sok olyan játékosunk eligazolt, aki, aki úgymond nem is annyira beledi, inkább beled környéki srác volt, akik eligazoltak alacsonyabb osztályokban. És helyettük most, akik az ifi csapatunkat alkotják, a nagy része szinte még serdülőkorú játékos. Tehát elég nagy korosztály különbség van most, és ez igazán az eredményeiken is meglátszik. Egy-egy játékos, aki tehetséges, az már most is oda került a csapathoz és szerintem minden év folyamán biztos vagyok benne, hogy lesz egy, -egy olyan játékos, akit fokozatosan be tudunk majd építeni. Az utánpótlás az itt edz beledben, tehát a különböző korosztályok. Igen, itt edzünk beledben. A mérkőzéseinknek a nagy részét, főleg a 16-14-es korosztályokra értve idegenbe játszottuk. Azt lehet mondani, hogy a, ugye 14-től indul a bajnokság rendszerben a csapatok, a 14-es korosztályunk az kiemelkedően végzett az ősszel, hiszen minden mérkőzését megnyerve vezeti a bajnokságot. A 16-os korosztályunkra is jellemző ez, hogy elég nagy korkülönbségek vannak, és több a fiatal játékos a csapatban, de ettől függetlenül a dobogóért versenybe lett tavasszal, jelen pillanatban az ötödik helyen áll. Bízom benne, hogy ha nem is idén, de jövőre ismét jó eredményt fogunk elérni, tehát megszerezhetjük a dobogót. A 19-es korosztályunk, az a tabella, alsó felén ö, vitézkedik, de ö, annyi pozitívum van benne, hogy szinte mindenki beledi játékos, és ö, most is volt két-három játékosunk, ahol máshol játszott. Úgy néz ki, hogy lesz is olyan belőle, aki vissza fog igazolni hozzánk. És bízom benne, hogy ez igaz lesz az első csapatra is. Van ott is tervünk egy-két beledi játékost visszahozni és bizon benne, hogy hajlandóságot is mutatnak a felé, hogy nálunk folytassák tovább a pályafutásukat. Körülbelül hányan rokhatják a labdáról összességében itt a városban? Hát, hogyha az első csapat, meg ugye lemegyünk a 7 éves korosztályig, hiszen az a legfiatalabb korosztályunk, szerintem olyan 100-120 folyók között körülbelül. Hát ez elég komoly létszám, ahhoz mérten ugye, hogy Belede 2700 körüli lélekszámú van a városnak, tehát elég sok gyermeket tudnak itt sportolásra buzdítani, tehát arról, hogy éljenek egészségesen. Hát örülök neki, hogy nagyon sok fiatal igazolhattunk most is például az ősz folyamán. A 7 éves korosztályunkban is ugye csak ketten maradtak, ott is 8-10 is vannak sokszor edzésen. De ugyanez a 9 es korosztályunkba is mindenhol sikerült igazolnunk, és bízom benne, hogy még mindig lesz olyan játékos, aki hajlandóságot érez és szeretetet a futball iránt. Hiszen azon dolgozunk, hogy a lehetőségek minél jobbak legyenek, ugye, mint a füves pályánkon tavasszal már a bajnoki mérkőzéseinket is itthon tudjuk játszani. De említhetném ugye a nagyműfüves futballpályánkat, ami ugye a megrejt pályázat, hiszen ezt már említettem a nyár folyamán. A napokban kerül egy sor a kivitelőzővel az aláírásra, és úgy néz ki, hogy a tavasz időszakra el fog készülni az a pálya is, hiszen azért dolgozunk, hogy a beledi és a beled környéki gyerekeknek minél jobb lehetőséget biztosíthassunk. Ugye a műfüves pálya ez már egy másik kategória, itt már egész éven át nagyon jó körülmények között egyszernek a gyerekek, és mint említetted, hogy itt olyan száz körül létszámról van szó, tehát kell is egy ilyen pár. Hát igen, meg attól függetlenül még meg vagyunk ugye a bozsik programban, amikor ha tornát rendezünk, most például hétvégén a belei tornacsarnok adott otthon az U11, U13-as futszal uh, Bozsiknak, ahol 150-160 fő volt itt, akiket szülők kísértek el, tehát közel 250-300 ember is ott volt a teremben és azért nem mindegy, hogy milyen körülmények között tudjuk fogadni az ellenfeleket, ez igaz a pályák, ez igaz az öltözőknek a minőségére is. És mikor kezdődik? Ugye december, ez a karácsonyi időszak, ez a pihenő, és úgy tudom már január eleje közepe, itt már az edzések megindulnak. Hát január 10-e, 15-e ezzel a környéken szokott mindig elkezdődni az alapozás, szerintem most is hasonlóképpen lesz. Tervezünk egy hazai rendezésű teremtornát is, de a, attól függetlenül a többi, tehát az, az, alapozási időszakban valószínűleg a bajnoki mérkőzésig műfüves pályákon fogjuk játszani ugyanúgy a felkészülési mérkőzéseinket. Ez a, ugyanigaz a szokás most már az, hogy a beledi U7, U9, U11, U13, 14 és a 16-os korosztályjal is házi rendezési tornát fogunk rendezni, tehát minden korosztályunk képviseltetni fogja magát itthon. Vannak már most meghívásaink korosztályos csapatoknak, tornákra, tehát igazán nem áll le az élet. Itt az, hogy a karácsony és az új év időszak talán az, ami azt lehet mondani, hogy egy kis pihenő lesz mindenki számára. Bankettal már lezárták az őszi idényt, vagy még ezután következik? Most ugye hétvégén volt egy civil rendezvény, amint mind a Beledi Sport Egyesült is ugye civil egyesület, ezért mi is képviseltettük magunkat, ahol most már a tavalyi évhez hasonlóan idén is a bevételt adomány gyűjtöttünk, amivel szeretnénk a Beledi Sport Egyesület hátrányos helyzetű gyermekeinek a karácsonyát egy kicsit szebbé tenni. A mostani bevételt is erre szeretnénk fordítani. A bankettünk az valószínű, most idén egy kicsit átcsúszott, nem évzáró bankettet fogunk tartani, hanem évnyitó bankettet igazán helyi ilyen miatt történt ez, hogy ezt mellett döntöttünk. Így összességében akkor akár a támogatásokat nézzük, hiszen a beledi önkormányzattól kapják a legnagyobb támogatást, a sportegyesület minden rendben van, tehát felszerelésekkel is el tudták látni a sportolókat, utaztatni is tudták őket, tehát ezen a területen rendben ment minden. Hát hál' Isten elmondhatjuk, nem azt mondtam, hogy duskál, nem azt mondhatnám, hogy duskálunk a, a pénzben, de mint úti költségünk az egyik legnagyobb pénzkiadásunk, hogy azt lehet mondani az egész folyamán, hiszen a, a, amit kapunk az önkormányzattól pénz, annak nagy része arra megy el. Mellette támogatóktól szerzett összegekkel tudjuk elérni azt, hogy a csapat megfelelően tudjon működni a megyei első osztályban. Ez igaz arra, hogy mind felszerelésre, utazásra, mindenre. És akkor folytatás tavasszal, illetve hát egy jobb teljesítmény reményében Kicsit feljebb kellene tolni azt a lét, tehát magát a helyezést, hogy hol végez majd a bajnokság végén beled csapata. Hát mi szeretnénk, ami ugye az elején kitűzött cél volt egy olyan 8-10. hely elérése, én úgy érzem, az a 10. hely környéke még most is kivitelezhető a tavasz folyamán. Én bízom benne, hogy a játékosok mindent meg fognak tenni azért, hogy ez teljesüljön. Köszönöm. Nincs köszönöm.